Már nem csak Baranya és Szlavónia szerte, hanem egyre szélesebb körben válik ismerté és felismerhetővé a zöld-fehér színekben és kakaskabala állattal szereplő Várdaróci futballcsapat, amely rengeteget fektet a minőségi munkába és az utánpótlás nevelésbe, ami meg is látszik az eredményeiken. Egyre több támogató és szurkoló áll mögöttük, akiknek lehetőséget adtak, hogy egyrészt támogassák a kedvenc klubjukat, másrészt pedig, hogy hozzáférhessenek a népszerű Drávaszögi Labdarúgó Egyesület sportfelszereléséhez is. A Várdaróc FC csapata az elmúlt években komoly előmenetellel dicsekedhet. Három osztályt léptek felfelé, és két fontos kupát is nyertek. Támogatóik száma és a szurkoló táboruk is egyre növekszik, így a klub vezetése január 1-től úgynevezett támogató tagsági díjakkal tette elérhetővé a klubhoz való tartozás teljes élményét. Az első VIP tagok már február elején átvehették a fényképes igazolványukat és az ahhoz tartozó felszerelést, most pedig újabb 34 taggal bővültek. Ebben a csapatnak a felépítésével az első naptól kezdve mindig szerepeltem benne is. Hogy mondjam, nagyon nagy surkoló voltam, eddig is tagja voltam, de nem volt így nyilvánosan, ilyen kartonnal, és hogy olyan meccs nem volt, amelyikre nem maradtam ott is. Sokat dolgoztam is ennek a csapatnak, sok sikert kínálnak a csapatnak és a tagjainak is. Hogy csak az egészségem megeli, mindig kint vagyok. Hát a csapat számára biztos nagyon sokat jelent, hogy ennyi aktív tag körülveszi a csapatot. Én büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak. Sok éven keresztül aktív focistája voltam ennek a csapatnak, és én úgy érzem, hogy kötelességem is, ilyen módon is, mint tag, támogatni ezt a csapatot. A csapat meg is érdemel minden támogatást, a felkészülési meccsek sikerei és az edzéseken látottak azt mutatják, hogy készen állnak az előttük álló megmérettetésekre. A Várdaróc FC hála az jó Istennek, nem csak Várdaróc, hanem az egész Baranyában és a régióban nagyon populáris csapat lett. A sikerek miatt is és a gyermekek miatt is nagy az érdeklődés. Én erre mindig azt kihangsúlyozom, hogy a legbüszkébb vagyok. És a tagsági kártyák az abban segít, hogy minden büszke Várdaróc FC tag ezúttal felmutathatja a nevével, képeikkel is, hogy ők most már ide tartoznak, tehát most már van valami bizonyíték is ahhoz, hogy ide közénk tartoznak. Hiszen tényleg nem lehet elmenni Eszékre, vagy akár itt nálunk Baranyában, hogy a Várdaróc FC ne legyen a téma. Akár a kávézókban, vagy sporthelyszíneken, tehát ez a mi nagy-nagy sikerünk. Három kategória van az IFI-ben, nyártól indítjuk a negyediket is, hétről hétre minél több gyerek. Most jelenleg a Laskói Általános Iskolában edzünk, hiszen a pálya ez az egy van, és hát nem mindig megfelelő. Túl zsúfolt sokszor, hála jó Istennek, de hát így van. Egyrészt jó, másrészt ugye hiányzik a segédpálya. Gyerekekkel maximálisan elégedett vagyunk, szülők komolyan fogják, követik, hozzák a gyerekeket, az első csapat pedig tartja az első helyet. Bízunk benne, hogy meg is tudjuk őrizni ezt az első helyet az idény végéig. A Várdaróc FC első csapata bajnokként zárta az őszi szezont, és már itt is van a tavaszi bajnokság. Már december óta zajlanak az edzések, fizikailag felkészült a csapat, a fiatalabb korosztályok is lelkesen készülnek a szezonra, a jelenlegi infrastruktúrájuk azonban már nem nagyon bírja a mindennapos terhelést. A jó hír viszont az, hogy ez hamarosan megváltozik. Azokat a fiatalokat, akiket ide szeretnénk hozni, azokat a meglévő infrastruktúrában nem nagyon tudjuk őket ide vonzani, így egy jelentős fejlesztésben kezdünk, amelyben mindkét kormány támogatása bent lesz, tehát a Labdarúgó Akadémia megépítése Várdarócon. Nem ezen a telken, ahol most vagyunk, hanem a falu központjában, amelyhez most is külön köszönet jár, mondom, mindkét kormánynak, akik anyagilag támogatják ezt a bejárásnak, amely infrastruktúrálisan megsegített bennünket,
illetve a várdarócieknak, akik mindezt kilobbizták, illetve elég türelemmel voltak, hogy ez meg is történhetett. Jelenleg az építkezési engedélyt szereztük meg, az néhány napon belül jogerőssé válik, úgyhogy folyamatban vannak már a kivitelező cégek állott tárgyalások. Hát szerintem április-májusra remélem, hogy elkezdhetjük a munkálatokat, és a céldátum, hogy mikorra legyen kész, az 2025. augusztus. Várdaróc tehát a labdarúgó akadémiával fog gazdagodni, az elhivatott szurkolók hamarosan méltó körülmények között támogathatják majd a klubot, melynek hivatalos taglétszáma már most 60-on felül van, nem csak a régióból, hanem távolabbról, még a tengerpartról is vannak, akik klubkártya igényléssel fejezték ki a csapat iránti rokon szemüket.